Sziasztok, Rusznyák Gábor vagyok. 4 éve Android fejlesztő nagyvonalakba, illetve 2 éve az Android fejlesztést oktatom. És most arról szeretnék beszámolni nektek, ellentétben azzal általában, amikor ilyen helyek kiállok, akkor az szokott lenni a feladat, hogy mutassak kódokat, meg programozunk, de most úgy gondoltam, hogy nem programoznék, meg nem mutogatnék kódokat, hanem inkább azt mesélném el nektek, hogy amikor használom ezeket a különböző open source lehetőségeket, amik kellenek az Android fejlesztéshez, mindjárt megnézzük, hogy mik kellenek, hogy ilyenkor milyen dolgokkal találja magát szembe az ember. Első kérdésem az, hogy van-e köztetek olyan, aki fejleszt Androidra? Szép számmal, akkor ti valószínűleg majd megerősítitek mindazt, amit el fogok mondani. Tehát nézzük, hogy mivel kell szembesülni. Hát aki így az eleje felé kezdte el, az már egy pár dologgal szembesült. Nézzünk akkor először egy rövid áttekintést az Android platformról. Ugye az Android nemrég töltötte be a 4. születésnapját, akkor nagyon-nagyon ünnepeltük. Sok-sok verzió ment keresztül, és hát az első, amit rögtön észre lehet venni, hogy a sorszám bizony abszolút hektikus, tehát egyáltalán nem lehet tudni előre, hogy ez most hova tűntek a különböző verziók, milyen verzió fog jönni. Megnézzük, hogy 1.5, 1.6, utána kimaradt egy csomó verziószám valami rejtélyes oknál fogva, valószínűleg nem voltak sikeresek azok a verziójú fejlesztések. És megyünk tovább, aztán itt a vége felé van még egy érdekesség, ugye megjelent nemrég a Jelly Bean 4.1, és most megjelent ugye az új Nexus készülékekkel a 4.2, ami szintén még mindig Jelly Bean, és most találgatjuk, hogy mi lesz a következő, amiről ugye se a verziószámát nem tudjuk, se a nevét nem tudjuk még. Találgatjuk valószínűleg kiszivárgások alapján ilyen Key Lime Pie, ez egy floridai sütemény, ilyen lime-os pite lenne, tehát valószínűsíthető ez lesz, de még nem tudhatjuk. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez a sok verzió ugye mind úgy épült fel, hogy mindegyik verzió hozott újdonságokat, erre majd mindjárt visszatérünk, hogy ez miért fontos, mindegyik verzió hozott újdonságokat, és azokra mindig a fejlesztés során figyelni kell. Hát ez már önmagában ugye egy-egy verzióváltás az már a fejlesztésben okozhat nehézségeket, de nézzünk még további adatokat. A következő ugye az Eclipse, amit javasolnak a fejlesztéshez. Természetesen tudom, hogy nem csak Eclipse-el lehet fejleszteni, lehet NetBeans-el fejleszteni, lehet parancskódból is fejleszteni, de hát hogyha egyszer az Eclipse-en a legkényelmesebb, akkor miért ne azon fejlesztünk? Na nézzük. Amikor elkezdtünk Androidra fejleszteni Eclipse-el, ugye a Galileo 3.5-ös volt forgalomban, és azóta most a Juno van, ez már a 4. verziója az Eclipse-nek. Az Eclipse szintén egy nyílt forráskódú szoftver, folyamatosan változik, és akkor itt el kell mondjak néhány dolgot, ami nagyon-nagyon fontos az Eclipse-el kapcsolatban. Kezdjük rögtön az elsőt. Ki az, aki a itteni fejlesztők közül találkozott olyannal, hogy egyszer csak az Eclipse megfagyott? Látom a kezeket. Tehát az Eclipse az egy olyan fejlesztő környezet, hogy elindul, teljesen mindegy gyakorlatilag, hogy melyik platformon, és elkezdi zabálni szépen a rendszer erőforrásokat. És csak eszi, végtelen mennyiségben eszi, és egyszer csak elfogynak a rendszer erőforrások, és ha az ember időben leállítja az Eclipse-et, nem kell a gépet is újraindítani. Tehát nagyon komolyan mondom, amikor tartok egy tanfolyamot, általában ugye ilyen 6-7 órán keresztül szokott tartani ebédszünettel egy tanfolyam, ebédszünetet mindig úgy kezdjük, hogy emberek, most mindenki kapcsolja ki az Eclipse-ét azonnal, és majd indítsuk újra, mert ezt a 3 órát kibírta, és majd a délutáni 3 órát is ki fogja bírni, de sajnálatos módon addig ennek pihennie kell. És aki nem kapcsolja ki, az bizony délután 2-kor már szentségelni szokott, hogy újra kell indítania vagy az Eclipse-et, vagy a gépet. Aztán szintén az Eclipse-nél el kell mondjak-e még egy érdekességet, hogy én a Windows 8-at tesztelőként azóta használom, amióta kihozta a Microsoft az első teszt verziókat, és na, próbáljunk Androidot fejleszteni rajta. Felraktam rá az Eclipse-et, na mit gondoltok? Működött? Biztos nem. De működik, elindul, csak az volt a probléma, hogy az ablakok, tehát a belső ablakok nem voltak a megfelelő helyen, és pont a szerkesztő ablak az ilyen picire sikeredett.
tehát abban nem lehet kódot szerkeszteni. Úgyhogy következett az, hogy áttértünk ugye másik platformra. Azt mondtuk, hogy hát a Windows 8-at most nem fogunk fejleszteni. Őszinte leszek, most nem néztem meg, ha valakinek egyébként van erről információja, azt megköszönöm, hogy most már működik az Eclipse Windows 8 alatt, de most már működik, igen, de szóval egy jó darabig nem működött. Menjünk tovább, mert ez még mind semmi nehézségekből. Android API. Az SDK túl napokban, 14-én, november 14-én nagy örömmel bejelentették a 21-es sorszámot. Hát azért 4 év alatt 21 különböző API, azért az számolunk? Tehát azért az nem kevés. Tehát azért úgy nagyjából 2-3 havonta kell újra tanulni az egészet. És hát azért ez nagy öröm volt, sok minden új van benne. Majd megnézzük, hogy mi és hogy. Na de se baj, frissítsük az SDK-t. Nézzük meg, hogy amikor egy SDK-t frissítünk egy Eclipse-en, akkor az hogy fog kinézni. De még mielőtt frissítenénk, elmondok egy érdekességet. Ugye a tanításhoz nekem van egy szlájdom, amit leszoktam vetíteni, ez a hogyan telepítsünk. Tehát körülbelül azt tudni kell, hogy a tanfolyam, 5 napos tanfolyam, az első nap teljes délelőttje arról szól, hogy telepítsük a fejlesztő környezetet. Tehát ezért ez nem egy triviális történet, és arról szólt, töltsük le a megfelelő developer oldalról az Android SDK-t, az egy cip, bontsuk ki, tároljuk el ide. Volt össze egy tanfolyamom októberben. Na hát, megnéztük, töltsük le, letöltöttük. Egyszer csak elindult, Windows gépeken folyt ez a tanfolyam, egyszer csak elindult egy telepítő. Azt mondja, ő most a C program files, nem tudom milyen könyvtárban, Android SDK könyvtárban akarja telepíteni, méghozzá futtatható formában az SDK és AVD menedzsereket. És így néztem, hogy mi van. Tehát meglepetés volt. És megkerestem a Google-n, mi történt, no longer available, soha többé úgy nem lehet, ahogy eddig, most az SDK-t már így kell telepíteni. Na, teljesen jó. Mondom, akkor átírom majd a szlájdot. Na most próbáltam nektek ezt bemutatni, tehát most rákerestem, letöltöttem az SDK-t. Szerintetek mi történt? Elmondom. Az történt, hogy no longer available az októberi megoldás, valószínűleg rájöttek, hogy az nem annyira jó, ez a telepítős, és újra egy cip van, amiben újra a különböző eszközök kibontásra várva ott vannak. Tehát nem tudtam nektek ugyanazt prezentálni még egyszer, mert ez csak egyszer volt. De minden esetre egy tanfolyamon én úgy tűntem, hogy nem tudom, hogy kell telepíteni, tehát ez minden esetre jó érzés volt. Tegnap pont ezért miért nem tettem fel a 21-es SDK-t? Azért nem, mert éppen benne voltam egy projektbe, megrendelésre csináltam 2 alkalmazást, és nem mertem föltenni az új SDK-t, mert mondom, ez most működik, ezt én most beküldtem, ezt most elbírálják, és nem tudhatom, hogy mi fog történni. Na, de hál' Istennek most már beküldtem, most már nagyon jó, és készülve a mai napra, tegnap nekiálltam telepíteni. Hát látszik, van egy csomó, ami nincs installálva. Ugye azt mondja, hogy a 20.03-mal fejlesztettem, látszik az SDK Tools, ez most már 21-es, 14-ről az SDK Platform Tools 16, tehát még ki is maradt közben egy, pedig nem olyan rég volt ez frissítve. És rengeteg nem installált, rengeteg update, tehát ugyanazok az SDK-k, egy revízió akárhányos történet. Na nézzük. Igen ám, ez így nagyon jól néz ki, ez az ablak. Nézzük egy kicsit távolabbról ugyanezt a történetet. Nem tudom, látjátok a kis piros sort ott alul. Tehát annyi történt, hogy kinyitottam az Eclipse-et, és megnyitottam az SDK Manager-t, és ez a hibaüzenet fogadott, hogy az SDK Manager nem tud elindulni rendesen. Ez csak egy kis apróság volt. Na akkor nézzük meg, most hagyjuk települni, úgymond virtuálisan ezt az SDK-kat, mert ugye tudjuk, hogy egy ilyen SDK telepítés, ez egy szép hosszú idő, legyen akármilyen gyors internetünk, akár órákig tud települni, mert a Google szerverei jó lassúak. Volt már nekem ilyen, hogy na, leülök telepíteni, azt mondja, jött új SDK, minden jó, telepítsük. Telepítettem, közben elmentem ebédelni, megkávéztam, még mindig nem tudok dolgozni. Na nézzük, tehát azt mondja, hogy van 21. verzió, 21 különböző API verzió volt már. Nézzük meg, hogy mi a jó ebbe és mi a rossz. Új API lehetőségek vannak, tehát ez nagyszerű, hát lehet új dolgokat csinálni. Szerintem ennek mindenki örül. Vannak új eszközök, és például most a 21-esben segítséget adtak a fejlesztéshez. Érdekes, én nem tudtam előhozni, de a Google bejelentette, hogy egyszerre tudod megnézni a különböző ablakméreteket, amikor ablakot tervezel.
Állítólag, ezt jelentették be. Én nem találkoztam vele. Hátrányok, mindig tanulni kell. Tehát még jön egy SDK frissítés, valami mindig változik, tanulni kell. Oda kell figyelni a régebbi verziókra is, mindjárt majd erről is beszélünk egy kicsit. És egy projekt közepén nem szabad véletlenül sem frissíteni, mert előfordulhat, hogy utána, főleg a határidős projekted van, és egy nap van a határidőből, akkor előfordulhat, hogy azzal fogsz foglalkozni, hogy kijavítsd a frissítés okozta problémákat. Mindjárt megmutatok példákat. Legújabb API 21-es 3D térkép. Nem tudom, találkoztatok ezzel a képpel az elmúlt napokban. Nem, nem baj. Na nézzük, mit lehet kezdeni ezzel a 3D térképpel. Például, ugye most már mi is írhatunk 3D térképes alkalmazásokat, majd akár egy Angry Birds-ot New York utcáin el tudjuk képzelni. Jó játék lenne? 3D-ben? Biztos jól néz neki. Nézzük. Na azért mutatok egy kis kódot is a kedvetekért. Tök egyszerű a beillesztése, egy fragmentet beteszünk, és már is benne van a 3D térkép a helyén. Hát ez nagyon jó. Kell ennél jobb? Vagy mégsem olyan egyszerű? Nézzük meg, hogy mi a probléma. Az a probléma, hogy a fragment, mint lehetőség, ez a 3.0-as Androiddal került elő. Tehát, hogy ez kimondottan a tabletekre van optimalizálva ez a fragment, és 3.0 alatt egész egyszerűen nem létezik. Tehát be lehet tenni, csak innentől kezdve 3.0 alatt használhatatlan lesz a szoftverünk. Mondhatnánk azt, hogy jó, hát mindenki frissítsen, igaz, aki tud. Hát nem ilyen egyszerű az Android frissítés. Nézzük meg, hogy mi a probléma. Azt mondja, hogy az Android fragmentációja, nem tudom mennyire látszik, hát ez még a 4.2 előtt készült ez a grafikon, tehát nem friss, mit tudom én, 2 hónapos legalább. Az Android 2.3.3 az ugye több, mint a fele. Az Android 2.2 az egy szép szelet, és ha megnézzük együtt, akkor körülbelül a 3/4 ez a 2. Így van? A jelen pillanatban az Android telefonoknak. Rengeteg telefon még most is Android 2.2-vel és 2.3-mal lehet kapni, és ezekre általában esélytelen, hogy frissítés jöjjön. Na, tehát az a probléma, hogy a nagy része régebbi verziót használ. Mire kell nekünk odafigyelni? Tehát mi a célunk egy alkalmazással, az a kérdés. Az a célunk, hogy elérjük mondjuk az Android esetünkben 4.1, körülbelül most az Android 4.2 is legalább ugyanilyen nagy szelet, vagy még ekkora se. Elérjük azt az 1-2%-ot, aki a legfrissebbet használja, vagy pedig olyan alkalmazást írjunk, ami elér mindenkit. Melyik a cél? Hát inkább az, ami elér mindenkit. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogy Android alkalmazást írunk, de ez minden más alkalmazásra is igaz. Hogy nagyon oda kell figyelni, hogy olyan minimum API számra írjuk, amit nagyon sokan elérnek. Természetesen nem kell visszamenni az őskorig, de valamilyen szinten vissza kell menni. Tehát akkor használható egy átlagos alkalmazásban ez a nagyszerű 3D térkép? Esetleg, ha kimondottan tabletre írok alkalmazást ott. Tehát ez elsősorban a tabletekre és a modern telefonokra, modern nagyképernyős, úgynevezett tepsifonokra érvényes. Nekem is az van. Ugye, piac hány százalékát szeretnéd elérni? Mi a megoldás? Kompromisszumokat kell kötni, olyan alkalmazásokat kell írni, ami minél jobban visszamegy, ugyanakkor minél több lehetőséget tud kihasználni. Ha viszont olyan alkalmazást szeretnél írni, ami egy bizonyos alkalmazáshoz, API tudáshoz kötődik, akkor sajnos a régebbi telefonokon az nem fog futni, ezt tudomásul kell venni. Na hát, amíg én itt beszéltem, elkészült az SDK frissítése. Nézzük meg, hogy mi történt. Minden installed. Kivéve, ami nem volt bejelölve, azzal nem foglalkozunk. Minden installed, nagyon jó, minden telepítve. Indítsuk újra az Eclipse-et. Újraindult az Eclipse. És azt mondta, hogy az Android SDK egy ADT frissítést is igényel, mert a 21-es SDK a 21-es ADT nélkül nem megy. Na, se baj. Frissítsük az ADT-t is. Hoppá. Mit történt? Azt mondja, hogy aláíratlan tartalom van az ADT-be. Na most ez azt jelenti, hogy számunkra maga az Android fejlesztő környezet, amit le akarunk tölteni, egy megbízhatatlan tartalom. Most mit csináljunk? Letöltsük, vagy ne töltsük le? Na? Ti letöltenétek? Várom a válaszokat. Igen? Nem? Van, aki nem? Kénytelenek vagytok. Hát ha ne, azt mondjátok itt, hogy nem, akkor innentől kezdve gyakorlatilag nem tudtok fejleszteni Androidra, itt megállt az élet. Újra kell telepíteni az Eclipse-et, a régivel, de már ott is aláíratlan tartalom van, tehát gyakorlatilag
Ha ebbe te most nem bízol meg, ebbe az aláíratlan tartalomban, akkor befejezted androidos fejlesztői pályafutásodat. És ennyi volt. Bízzunk meg benne, fogadjuk el. Eljutottunk ennek a telepítésnek a végére is. Indítsuk újra. Na nézzük meg, ami most következik, Dia, az kimondottan Mac-en készült, nem tudom, Windows-on vagy Linux-on ugyanezt produkálja a történet. Hoppá. Eddig egy Eclipse ikonom volt, most hirtelen kettő lett, és melyik az igazi? Elárulom, mind a kettő. Tehát ott kipróbáltam, elindult ez a jobb oldali, kipróbáltam, bezártam, elindítottam a bal oldalit, megint elindult, úgyhogy az egyiket töröltem. De ezt miért nekem kell? Na, se baj, elindítottuk. Itt egy régebbi projektem. Azt mondja, hogy Android Annotation Suppress Lint. Tudja valaki, mi ez a Suppress Lint? Nem csodálom, hogyha nem. Aki kihagyta a 20-as verziót, az nem tudja. Ez arról szól ez a történet, hogy van olyan alkalmazás, ugye, amiben használunk háttérszálakat, és ott úgynevezett handlerrel kell megoldani a háttérszállal való kapcsolatot. Aki fejleszt, az tudja. És a 20-as verzió felkínálta, megyek tovább, hogy lássátok, amit mondok, a 20-as verzió felkínálta, hogy tegyük be ezt a Suppress Lintet, mert ez jót fog tenni, különben nem lesz handler leak. Tök jó. Betettük, és most megközölte, hogy nincs ilyen, hiányzik, vegyük ki belőle. Mindenesetre ezt olcsón megúsztuk, mert előfordul olyan, hogy egy nagy csomó mindent újra kell írni, mert akkora változások vannak egy-egy frissítés közben. Na, figyeljetek, indítsunk el egy emulátort, nézzük meg, hogy a régi projektünk most, hogy kijavítottuk, jó lett-e. Kiválasztok az emulátorok közül egy Jelly Bean-t. Nem tudom, tudjátok, hogy hány készüléket, hogy hány emulátoron kell egy alkalmazást tesztelni. Az kettő, az édes kevés. Nem, nagy csomó készüléken kell tesztelni, tehát most azt képzeljétek el, hogy az utolsó projektem az a Samsung számára készült, és be kellett menni a Samsungnak a központjába, egy megbeszélt időpontba, és így beterítettek egy asztalt előttem az összes létező Samsung készüléket, mindenki kellett próbálni, hogy működik-e, és volt kettő, ami nem működött, komoly, és azt meg kellett találni, hogy az miért nem, és arra is rá kellett igazítani a programot, hogy működjön. Tehát nagyon-nagyon nem volt egyszerű. Na, mindegy, én most választok egy Jelly Bean-t, azért a Jelly Bean, mert a különböző frajok azok elindulnak könnyedén. Na nézzük, elindítom a Jelly Bean-t, és ezt fog fogadni, hogyha nem egy erőgéped van, és még 10 perc múlva is ezt fog fogadni, és talán egy olyan 10-12 perc múlva be fog jönni nagy nehezen a Jelly Bean, de amikor el akarod húzni a képernyővédőt, ez a slide to unlock, akkor hát megint várni fog egy picit, tehát nekem gépet kellett cserélni konkrétan a fejlesztéshez, mert egyszerűen egy sima Core 2 Duo-val nem indult el a Jelly Bean. Használhatatlan volt. Egy i7-tel már tudja. Nem tudom, hogy tetszettek ezek a dolgok. Mindenesetre nagyon érdekes. És szeretném nektek megmutatni azt a mondatot, ami többször elhangzik minden egyes Android tanfolyamomon. Isten hozott az open source világában. Úgyhogy örülök, hogy megérkeztünk. Ez sajnos ilyen. Hozzáteszem, a nem open source fejlesztő környezetben, ugye én több mobil platformra is fejlesztek, a nem open source környezetben is vannak problémák, vannak verzióváltások, de mindig sokkal jobban odafigyelnek valamiért, hogy konzisztens legyen, hogy azért, amit egyszer én megírtam, az fusson a következőn is. Tehát időnként van egy-egy nagyobb váltás, azt túl kell tudni élni, de ezen kívül mindig odafigyelnek. Hát én megköszönöm a figyelmet, várom a kérdéseket, és hogyha esetleg marad idő, akkor még nagyon szívesen megmutatok egy fejlesztési fázist élőben is, amikor kifagyasztom nektek fél perc alatt az Eclipse-et. Igen? Hát most ha hazabeszélek, akkor azt mondom, hogy a tanfolyamomra tessék eljönni, tudok adni névjegyet. Ez volt a reklámhelye. Amúgy... Hát nem vagyok híve a tutoriáloknak. Tehát van rengeteg tutoriál van az interneten, rengeteg ilyen videók, rengeteg leírás. Én azt gondolom, hogy legalább az alapszintet célszerű egy gyakorlatprogramozótól megtanulni,
hogy egyáltalán hogy áll össze, mi a logikája, mert nem egyszerű, nem triviális a dolog, és utána az összes többinek már összes többen a Google tud segíteni. Szóval én egyébként a tanfolyamok híve vagyok, én magam is most meg akarok tanulni egy új dolgot, és jövő héten elmegyek bizony méregdrága tanfolyamra, mert azt gondolom, hogy ott meg fogják tanítani, és ott nekem jogom van azt mondani, hogy bocsi, lemaradtam, tessék megismételni. Még kérdés? Közben azért addig közben elindítom az Eclipse-et, jó? Igen? Szerintem ezt itt most nem biztos, hogy el kéne mondani, ez egy konferencia és nem egy reklám. Jó, nagyon szívesen itt kifelé az előadás végén adok névjegyet bárkinek, jó? És akkor el tudtok érni ott. Közben nem tudom, érzitek-e meg egy kis időt, tehát ez egy i7-es 8 gigarammal ez a gép. Jó, hogy érezhető legyen a sebessége, majd egyszer elind az Eclipse. Még kérdés? Ja, igen. Erre azért nem tudok válaszolni, mert az Androidban nem JavaScript, hanem Java nyelven fejlesztünk, tehát ott ilyen nem fordul elő. Na, elindult. Itt van ez az ominózus, látjátok, amit mutattam, ez a handler leak. És akkor azt mondja, hogy mindjárt megmutatom nektek, ez egy vadonatúj alkalmazás, ami remélhetőleg a napokban meg fog jelenni. Egy pillanat türelmet kérek. Nem nagy dolgot fogunk mi itt csinálni, csak egyszer egy layoutot nyitunk meg. Oké, meg is van. Megnyílt. Nagyszerű, XML-ben megnyílt. Most megnézzük ugyanezt grafikus layoutban. Rendereli. Igen. Pici türelmet kérek. És fölmerül a kérdés, akkor miért érdemes Androidra fejleszteni? Azért, mert egyébként az Android platform nagyon jó, és nagyon-nagyon elterjedt. Tehát mindenképp érdemes. Na, hát ez teljesen jó, ez most be is jött. És akkor egyébként ez már nem úgy néz ki, mint ahogy kinézett még nemrég. Oké, úgy látszik megcsinálták közben, nem fogom tudni bemutatni nektek. Tehát az a lényeg, hogy megcsinálták, csak most meg nem úgy néz ki, ahogy kéne. Tehát ez egy megint másik sztori, ahogy ez kinézett még, amikor készítettem. Tehát ez még az előző verziónak a layout kezelőjébe ilyenkor elkezdett felpörögni a ventilátor, és az egész Eclipse-et ki kellett lőni méghozzá kényszerített leállással. Nem tudom sajnos bemutatni, mert most megint más a probléma. Tessék? Az jó dolog, hogy nem tudom bemutatni, de az rossz dolog, hogy milyen jó, hogy megvártam, mert most ezt már nem hiába fordítanám le, ez nem, az, nem úgy működne, ahogy kéne. Tehát ha most nekem visszadobják az alkalmazást, akkor vagy visszabutítom valamilyen módon a 20-as ADT-re, vagy... Tessék? Hát igen. Tehát akkor nehéz lesz ez a történet, vagy nekiállok, és egy-két nap alatt átdolgozom az összes layoutot, hogy működjön. Igen? Hát ezt megpróbáltam Windows 7 alatt, Windows 8 alatt, mint mondtam, nem nagy sikerrel, OS X alatt, én az alatt dolgozom, illetve Linux alatt is, ahol egy nagyon komoly problémát jelentett, hogy miután az Eclipse-et letöltöttem és kibontottam, nem tudtam elhelyezni az oldalsávon a parancsikonját, és nekem az a problémám néha a Linux-szal, hogy rögtön egy konzolt kell nyitni, akármit akarok csinálni, és én azt nem szeretem. Ez egy speciális form, tehát ez egy olyan form, ami csak ennél fagyott ki nálam is. Tehát valamiért. Igen.
hát lehet, hogy Linuxra van leginkább optimalizálva az Eclipse, és lehet, hogy nem foglalkoznak elég a többi platformmal, de ez egy nagy hiba. Azt gondolom. Nincs több kérdés? Akkor még egyszer köszönöm szépen a figyelmet.